Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézz szét! Isti kóddal 3% leesik. Na hát szavaztok, srácok! Nincs itt az autóm. Nincs, hogy megpróbálok. Nem nézem, hogy van-e taxisom, de biztos, hogy van. Sziasztok, sziasztok, Samu vagyok, hello. Na hát letorgatjával állok gyakorlatilag Samuként, nagyon jó. Azt hiszem, egy taxisunk sincsen akkor most, igaz? Lenyűgöző. Na hát akkor... És várjátok, mi van akkor, ha fogom magam és írok egy SMS-t a taxinak. Most leteszteljük, hogy van-e valaki a szolgálatban. Nem tudom. Vannak-e örömlányok a városban? Igen, nincsenek örömlányok. Lesz egy meetingünk 6 órakor. Most van 4:30. Valamint jól lenne elkezdeni egyébként foglalkozni ezzel a projektautóval, amit szeretnék én csinálni magamnak. Még nem döntöttem el. Megnéztem a Discordon a hirdetések között. Nem láttam egyébként... nem jön lófasz szerintem. Nem láttam eladó Volvót egyáltalán. Megpróbálunk most feladni egy hirdetést, hogy keresek Volvót. Mit történik, nekem mi is jönem, tehát hogy ugye per TVT. De milyen Volvo az, na? Remek kérdés, igaz? Fogalmam sincs, milyen Volvo az, srácok. Hát akkor elmegyünk a lefoglaltakhoz. Hát ott van az autóm. Persze könnyen lehet, hogy nincs ott egyébként, nem lesz ott. Csak mondom. Akkor lehet, hogy beállunk fuvarozni viszont. Nem tudom, milyen Volvo az. Valamint ugye vasárnap van, tehát az adót is be kell majd fizetni. De miért van a lefoglaltak között az autóm? Tehát itt most valami nem oké szerintem. Mindegy, oda megyünk a lefoglaltakhoz, ha nem ott lesz, akkor imádkozunk egyet. 16. kezdésre az IRS pénzszállítás szervez. Talán információkat kérem keresni, nagyon jó. Úgyis 18 órakor lesz a meetingünk. Még ezt Tyler Drake írta ki, hogy lehet, hogy most be lehetne fizetni az adót. Jó lenne túlesti rajta, úgyhogy most elmegyünk, megnézzük az autó, megvan-e. Egy üzenetet kaptam. Természetesen valószínűleg taxit kérnének. Így van. Ki hitte volna, ugye? Nagyon jó. Most kéne viszont fuvarozni, amúgy. Tehát, hogy megoldjuk, srácok. Megszerzem az autómat, elmegyünk, beállunk szolgálatba, mert nincsen most senki, akkor legalább én legyek, ugye? És addig úgy intézgetem a dolgaimat. Úgy nem fogom kiírni, hogy elérhető a taxi, tehát nem akarom itt most itt izé minél több fuvart vinni, de legyek szolgálatba, ugye? Ne legyen ebből tré. Valaki legyen szolgálatba. És akkor kész. Remélem, hogy jól jövök amúgy. Igen, mert itt kell balra menni. Igen. Legalább megvan, itt van, lefoglaltakban van. De hogy miért van ott, azt soha nem fogom megtudni, srácok. 500 dollárra nem fogunk mászkálni, de, legyen nálam. Sőt, megpróbálom kitermelni saját fuvarból. Na, lefoglaltakban volt, kész, ennyi. Lehet aztán egyébként, hogy veszek egy ladát hobbi autónak, de nem tudom. Az a bajom, hogy vannak ezek az olcsó kategóriás autók, és ezek, jaj! Ezek ugye nem véletlenül olcsóbb kategóriások, tehát hogy ezeket akármennyire tuningolod, nem lesznek gyors kocsik. És ez a bajom ezzel, hogy tök jól lenne egy ilyen versenygépet csinálni, egy klasszikus versenygépet, ilyen boy racer autót, mondjuk ki. Nagyon jó lenne, nagyon adnám, de tehát megveszel egy Volvót, az nem fog menni soha annyit, az a gondom. Mint amennyit az amúgy potenciálisan tudna menni valódi tuninggal. És értem, ez azért van ugye, hogy balanszolják, mert most ne legyen azt, hogy mindenki tudjon ilyen rendőrségi autóval felvenni a versenyt, autót csinálni. Olyan autót csinálni, ami a rendőrségi autókkal felveszi a versenyt. Mert ugye most akkor az elég nagy előny így a rablások tekintetében, de na, tehát ez azért nem lenne rossz tényleg egy ilyen racsegépet csinálni. Na jó, hát átöltözünk, aztán beállunk szolgálatba. Jó, menjünk egy Mercivel. Nagyon jó. Természetesen alig van benne benzin. Az milyen lenne, hogy így fognám és kitermelném így a meeting előtt a havi adó, a heti adót. Ez komoly lenne. Nem akarok kirabolni az ATM-et.
De azért köszönöm a lehetőséget. Ó, bazd meg. Ez a legjobb kor... De nem akarok ATM-ezni amúgy. Hallasz? Halló? Igen, igen, halló. Na, halló, na, van egy új fejlemény. Most írt nekem a Johnson, Thomas Johnson. Igen, figyelek, mondjad. Ennyi, amit mondtam. Ja, jó van, hát én most taxizok, valakinek azt is kell csinálni. Igen, csak vásároltam a boltba. Figyelj, jó. Most taxiszolgált vagyok, valakinek azt is kell csinálni. Ja, úgy, nincs a városban senki. Abszolút senki, az ég egy világban. Mert akkor jön a Thomas Johnson is, akkor felmond. Aha, Ezt mondtam az előbb. Ja, én csak annyit hallottam, hogy hívott a Thomas Johnson, én eddig hallottam. Ja, igen, írtak-e e-mailbe, hogy akkor felmond. Jön fel, és akkor... De miért amúgy? Most azt mondta, hogy inaktív lesz, még el se tudta leadni ezt, akkor most tényleg minek legyen szerintem. Jó, össze. Jó, hogyha nem tudja, jó, persze, jó, akkor el tud intézni a dolgot? Hát igen, csak szerintem egy reptéren van, hát én azt mondtam, hogy akkor ötre jöjjön, azt mondta, hogy most jó. Akkor kirúgjuk, mondta, hogy nem szeretnénk kirúgni, vagy felmond, vagy nem, és akkor írt, hogy akkor, és arra nem írt vissza, annyit írt, hogy akkor jó. Jó, akkor kirúg, de kirúgjuk, tehát hogy most engem nem, tehát én most már tényleg elegem van belőle, most már egyébként, sokáig tartottam a hátamat érte, nagyon türelmes voltam, én azt gondolom, úgyhogy szíven behívjuk és kirúgjuk, ennyi, kész. Igen, tehát én majd, és akkor 5 órakor persze most jut SMS, úgyhogy megyek is rá, 5 órakor megyek akkor az irodába, jó? Vagy majd rádión vagyok úgyis, majd beszéljünk ott. Jó, rendben. Oké. Easy. Na. Taxit szeretnék, ha mit tudom én hova. Jó, nagyon jó. Hú, de rég csináltam, srácok. Valakinek ezt is csinálnia kell. Értitek, hát ez ennyi. Hogy van? Kontrollal indítom, ugye? Igen. Annyiszor elmondtam már, hogy nem tudom, jó, hogy azon nullázom. Nagyon jó. Szép napot kívánok. Üdvözlöm, jó napot kívánok. Ön hívott taxit, igaz? Igen, én hívtam. Rendben, szálljon. Akkor be is szállnék, és rendben, akkor... Félreállok ide addig, jó, hogy ne legyünk úgy annyira. Nyugodtan, itt van a GPS, parancsoljon, szolgálja ki magát, merre megyünk? A lefoglaltakhoz kérném szépen a fuart. Rendben. Akkor igazából indulunk is. Akkor nem jelölik, akkor majd én kijelölöm. Tudja, mostottam le a szolgálatot, kemény nap volt. Ó, értem. Mentőápoló? Az úr? Aha, szakápoló vagyok igazából. Szakápoló? Ó. Holnap tervezek vizsgát tenni tisztire. Ó, az igen. És kemény nap volt? Sok a páciens? Na, kemény, igen. Nagyon sok sajnos. Vércukorleesések, törések, kicselés. Képzelem. Hát, de maguk az igazi hősök, tudja? Nem kapnak szerintem elég kreditet, de maguk az igazi hősök az városban. Persze, természetesen a rendőrség mellett szépen. Egyébként, természetesen. Meg a serifség mellett. Igen, igazából sokat hív minket a serifség és rendőrség, és összedolgozunk velük. Igen. Nagyon jó hallani. Sok fuvar van? Nem. Hála Istennek nem. Mert mondjuk ezt most úgy mondom, hogy nyilván ez nekünk kár, de nincsen. Tehát bírom, tartom. Most egy vagyok jelenleg a fronton. Úgyhogy, de nincsen sok. Kisebb technikai problémákkal küzdöttünk, de elhárítottuk őket. Értem. Így van. Nos, hogyha máshol nem megyünk, uram, akkor $292 szeretnék kérni. Rendben, adom. Adom is. Nem baj, ha utalom igazából, meg készpénzben nincs annyi állva. Tökéletes lesz. 282.00 a bankszámlaszámom. Rendben. Minek raktam hozzá a nullákat, azt a franc se tudja, srácok. Valami történik. 5 órára el kell menni a... izéhez. A céghez. Thomas Johnson, felmond, srácok! Most volt... Tessék, nagyon szépen köszönöm a fuart. Én is nagyon szépen köszönöm a boravalót is. Köszönöm, hát igyekszünk, igyekeztem. Köszönöm szépen. További szépen tudom. Megvárom azért, hogy itt van az autója biztosan, jó? Jó, rendben. Rendben. Viszlát. Ugyanis ráérek, mint a befő, úgy ráérek, mint a befőt. Mennyi nem ér rá a befőt? Tehát ráérek teljesen. És akkor nulla, hát ez easy peasy, lemon squeezy. Itt lesz a verdája a formának. Na hát akkor eszünk egy kis kenyeret. Egy kis kólával, jó? Kis szénhidrát cukorral, hello. Sőt, megeszem azt a szendót. Use that shit. És amúgy megiszok egy kólát, jó. Ja. Megettem meg a szendőt, azt már én sem tudom.
Á, a fenébe, nincs itt. Nincs itt. Akkor lehet, hogy a publik garázsba ezt visszatudnánk oda menni. Fizetem, sejtettem, persze. Sejtettem. Persze, persze, szálljon, szálljon. Hát, tudja, rég használtam már az autómat is. Én is. Persze, persze. Sejtem. Úgy látom, itt az óra díj nincs. Igen, igen. Jó. Ó, de csak kicsit később intottam be. Na, menjünk arra most inkább. Elnézést, sem bőve jöttem, nem nagyon figyeltem én. Semmi gond. Van ilyen, van ilyen. Ha tudnám, hogy mit csinálnak a mentősök olykor. Igen? Képzelem, képzelem. Be tudja jelölni, merre is van pontosan? Nem akarom magát itt most túráztatni, elnézést, hogy... De úgy tudom, hogy irányba megyek. Jó, jól jövök, csak... Kicsit most megkavartam az agyamat. Igen, igen, itt jó, itt tovább benyelsen, és akkor ott jó lesz. Jó, igen, 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 jó, jó, jó. Mert erre nem nagyon szoktam jönni. Nem akarom magát tényleg itt túráztatni, hogy minél több legyen az óra díj, ne aggódjon, csak... Na, hát semmi jó, gond. Jó, 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 látom már, jó, fasza. Szerintem nem kerültem akkor nagyot. Gyakorlatilag, amikor a városban vagyok, szinte csak szolgálatban vagyok, és a saját kocsimat nem is nagyon használom, hát... Hát igen, ezzel én elég sűrűn is így vagyok. Konkrétan én az irodánkban élek, tehát hogy hát igen, az biztos kicsit unalmas lehet. Hát igen, 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 de tudja, kényelmes, van egy nagyon jó kanapénk, úgyhogy kényelmes a hely. Az a lényeg. Na, meg is érkeztünk. Jó, köszönöm szépen, akkor utalom. Jó, köszönöm szépen. Továbbra is 282 a bankszámlaszám. Üdvözlet. Üdvözlöm, uram, egy pillanat, még nem szállt ki az utasom. Rendben, köszönöm el is utatom, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontlátásra, uram. Minden jót. Viszlát, viszlát. Persze, 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 jöjjön. Fuvar kell, uram? Igen, igen. Á, rendben, merre megyünk? Jelölje be nyugodtan a GPS-en, egy hatalmas kijelző van ön előtt. Ami igazából annyi is hatalmas. Rendben, indulunk is. Megyek már. Milyen napja van az úrnak? Ez tökéletes, most mondtam fel igazából. Ó, valóban? Mit dolgozott? Hát az önkormányzatnál. Ó, unalmas volt? Igen. Még egyszer elnézést? Eléggé. Aha, értem. Nem csináltunk semmit. Hát igen. Nem egyszerű dolog. Van egy... potenciális, értem, nem is potenciális, már a fuvar sofőrjeink között van, aki szintén onnan jött, mondván, vagy onnan, igen, onnan szeretne csak jönni, illetve még nem is vettük fel, de aztán mondván, hogy nem nagyon csinálnak semmit. Tényleg, azért bátorkodtam ezt megkérdezni. De miért, mi volt a munkaköre egyébként? Hát, tehát... testőr. Értem. Na, közben Somu még annyit mondanék, hogy panasz érkezett, jelenleg itt az urat intézem, rendben. Éppen e-mailbe küld egy ilyen képet róla, be tudnál jönni az irodába? Akkor se csináltunk semmit. Mert itten értem, persze. Hogy mondjam, igen, komoly, lenni. Nagyon komoly inkább az ügy. Hát Filip, most nem tudok menni, éppen fuvarozok, úgyhogy intéz nyugodtan. Köszi. Oké. Elnézést, csak a kollégámmal beszéltem. Semmi ott a rádióban. Ismerem Filipet. Ó, ismeri, valóban? Igen. Ez a Filip, ez mindenkit ismer, akkor úgy látszik. Sok mindenkit. És mikor a tervei a jövőre nézve, mit szeretne dolgozni? Ó, fogalmam sincs, még ismerősömmel megbeszélem, hogy mi legyen, aztán eldöntjük. Á, értem. Ja, hogy az önkormányzathoz megyünk konkrétan, úgy jól látom? Igen. Ja. Igen. Bankszámla száma? Így van, 282, ott is tudja rendezni majd a fuvardíjat. Közben a panasz téves volt, ami $621 lesz. Elhúztak kettő a motorosoktól, de azt hitték, hogy taxis. Köszönöm szépen. A Marcoszkottot mondták, de nem ő volt, csak ugyanúgy nézett ki, mert buszos volt. Viszlátásra, uram, köszönjük, hogy minket választott. Viszlátásra. Rendben, Filip, továbbra sem tudok nagyon beszélni, de nyugodtan kezeld.
Na, Filip, el tudod mondani még egyszer, mi volt? Mert éppen az úr még itt beszélt nekem, most pedig szabad vagyok. Mondjad, mi a helyzet? Na, annyi volt igazából, hogy egy úr tévesen adott egy bejelentést, azért, mert azt hitt, hogy egy taxis ellopott 2 darab ilyen motort, de kiderült, hogy buszos volt. Markotra hasonlított az úr, azért mondták őt. Jó, tehát akkor a lényeg az, hogy igazából tárgytalan a dolog. Pontosan. Kiváló, kiváló, nagyon jó. Meg még egy panasz érkezett ránk, ezt így mondanám, jó? Mondjad csak nyugodtan, most figyelj, tudok figyelni, mondjad. Csak veszek kaját, meg pia gyorsan, mert... Ja, de ezt elküldted e-mailben, azt mondtad, ugye? Vagy ez az előző volt? Hát, mindjárt felolvasom, és akkor meglátjuk, mert nem emlékszek így. Rendben, jó. Srácok, 3000 dollár volt a fuvar, csak mondom. 3000-et nyertünk vele, úgyhogy... that means, hogy lassan megvan a heti adó. Mit akartok? Komolyan, amúgy föl kéne jönnöm, esküszöm baszki, csak taxizni. Komolyan mondom, föl kéne jönnöm taxizni. De egészen keresem magam. Meg kéne keresni azokat az időpontokat, amikor nem érnek rá, és akkor be kéne iktatnom magamat, az kész. Most például hülye lennék amúgy az irodába tevékenykedni, tényleg. Filip elintézi. Filip, mindig a... Tudod, ki jut eszembe, amikor azt mondom, hogy Filip a... Az életre valók. Ból a Filip jut eszembe mindig. Egyébként. Hol a... Jaj, most én a munkaügyihez jöttem, jó van. Szóval, Thomas Johnson összetört az autónkat baleset okozva, viszont nem volt hajlandó fizetni kártérítést, illetve baleset helyszínűnél is elmenekült. 1/10, és kapott 11 ilyen, hogy mondjam, ilyen light. Mi az 1/10? Hát, hogy ugye 10 per 1-re értékelik. Ja, az értékelés szekcióba érkezett, aha. Igen, és kaptunk ilyen, azt is a 19 reakciót rá, hogy akkor ez tényleg így történt. Tehát, hogy ő... Jó, de ő az, aki most ki fogunk rúgni igazából, nem? Igen, és ő írt nekem, mindjárt mondom, mit. De amúgy nem azért, hogy pattogjak, de ez... De amúgy nem azért, hogy pattogjak, de az ember egy utolsó hazug. Ezt mondta Thomas Johnson? Aha. Aha. Hát jó, figyelj, de megbeszéljük vele, 5-kor jöjjön be, aztán felmondunk neki, tényleg már elég volt belőle. Mert csak még mondom, 5000-rel tartozik, tehát hogy... Jó, hát azzal most tényleg nem fogunk tudni mit kezdeni, tehát igazából ezt már tényleg hogy vasolod be rajta amúgy? Először elkerüljük, utána meg kirúgjuk, hogyha megvan. Ja, egyébként igen, az lenne. Csak hát ugye mivel tudjuk jó, hogy körülbelül, nem tudom, tegnap volt a városban, ugye? Igen, azon kívül, 2-3 órát max. Hát igen, tehát hogy azon kívül meg, nem tudom. Hello. Atya úristen, vannak NBA-m, ezek már a boltokban? Nem mondod, azt a rohadt, nehogy vegyek egyet. Mutatom az iszemélyet. Tesó, eladó, ez is eladó, rajta van, tesó. Szép napot, uraim, szép napot. Nem kell a bicikli eladó. Isten ments, de azért köszönöm szépen. Jobb lesz. Én most egy projektautót szeretnék vásárolni. Akkor vegye meg a Mercedes-t, a legjobb olyan. Én hát te projektautót mondtam. Az projektautó. Mi, ez a Merci itt mögötted? Az, igen. Az teljes mértékben, az a low budget, hülye gyerek, az abszolút a projektautó. Jöjjön uram. Most csak is 4000 dollár. Aha, jó, hát az... Nem tudom. Eladom egyébként, hogy... kis próbálhatja. Mennyibe adod? 750 ezer. Hát én ennél azért feláldozhatóbbra gondoltam, megmondom. Aha, pedig egész jó projektautó. Képzelem. Próbálják de... nyugodtan elvihetni. Nem szeretném, mert igazán én beleszeretek csak, de azért köszi szépen. Hát nyugodtan. Jó, megnézzük. De szállj be akkor. Oké, mindjárt jövök, akkor már egyszerűen elnézzük. Rendben. Bocsánat. Mit megy? Hát, megyeget azért. Megyeget? Megyeget. Aha. Hát hogy zörög az ajtó helyett, ez szent Isten. Á, nem zörög, az direkt ilyen hidraulikus. Aha! Megindul azért. Hát persze. Jaj, az a nyomtás szélesítés rajta. Aha! Jaj. Húha. Megy rendesen. Igen. Nyomatod nyugodtan. Belelök az ülésbe is. Hú, ez nagyon jó. Úristen, várjál mindjárt, aha, jó, az adóhatóság is lesz szart minket, hál' Istennek. Azt a rohadt.
Na majd a sheriffek itt mögöttünk. Hopp. Jaja. Nem. Hát nem. Vitt ki autópályára, mit megy. Jóféle. Azaz. Igen, ez jó, igen. Hát igen, kis projektautó. Ez nem vicceltél, amikor azt mondtál. Ez nagyon hát jó, igen. Azt mondtad. És mit szeretnél ehelyett? Még nem nagyon gondolkoztam. Tízesevót néztem már, tízesevót. Mitsubishit. Aha. De nem hát tudom. Ez jobb annál, nem? Persze, drágább is. Nem azt megyünk autópályára. ez full tuning amúgy? Van benne egy fullos motor, illetve egy turbo, igen. Aha. Nagyon állat. Hát figyelj, tényleg nem érdekel, mert a tizede pénz... Tehát amennyit ezt adod, annak a tizede van nekem meg konkrétan. Aha. Tehát, hogy így nem hát rendben akarom. Van, aztán majd a később évben hátra úgy van. Persze. Azért megy rendesen. De nagyon jó. Jó, könnyű, hátsó kerék. Azaz. Egy kicsit így kanyarokba dobhatná jobban a segéd, de jó. Egyébként az. igen, meglepően jó a tapadás amúgy. Igen. Egyébként 410-zel jöttem vele eddig autópályán, ez volt a legmagasabb, amit elértem vele. Azt a rohadt életbe. És még váltó nincsen benne. Nem is gyakori példány amúgy a városban. Nem, elég ritka. Meg a japánoknál egyébként benne van a shopjukba. Aha. Nem tudom, voltál már a japán telepen? Nem, Isten ments, meg sem mertem nézni azt, hogy mi annyibe kerül ott, komolyan mondom, tehát, hogy... Hát igen. Gondolom nem is nagyon van nekik ilyen olcsó japán hát, valami, mi? Nem nagyon, 200.000 dollár alatt nem nagyon találsz ott kocsit. Na hát igen. Viszont, hát igen, vannak húzós árak is. Aztán egy kicsit leért, bocs. Annyi, hogy ez a felniszett, csak úgy elárunk 13.000 dollárba, csak a felniszett. 13.000 dollár csak a felniszett? Igen, csak a felniszett, igen. Jézusom. Tehát van ára. Hopp. Hoppá. Az meg, ezt nem hiszem el. Összetörik egymást, hallod. Hát, ilyen ez. Hát nagyon állat, köszönjük, hogy kipróbáltam, ez brutál jó. Hát figyelj, remélem, hogy jó gazdát találsz majd neki. Hát, úgy lesz. Hát ez beteg ez az autó, ez crazy, tehát ez nagyon jó. Jó napot, urány. Jó napot. Na jó, elköszönök viszont, köszönöm szépen tegyek a javítást. És köszönjük, hogy kipróbáltam. Fúr, hagyj még. Szép napot, hello. Magának is. Szép napot, csontos úr. Szép napot. Mi a helyzet a lottozóval való szerződése, mikor tudunk beszélni? Üdvözlöm, igen. Szép napot, igen, csak a hajamát átfestettem. Igen, nem ismertem meg. Egy pillanatot kérek, uram, kis lúdba vagyunk, bocsánat. Oké. Mondja, Filip, nagyon nagy, vagy kellek most azonnal? Csontos úrral beszélgetek, igen. Nem, azt a parancsolás, hogy mindjárt jön, de értedik még ott a repülőtéren. Jó, rendben, akkor jó, rendben, leszek majd, rádión vagyok végig, jó? Jó, rendben. Oké. Nos, most néz ki... Most a Soliba. Milyen Soliba? Igen, itt Eszer és Bertram most jött szolgálatba, itt van kocsival. Ja, szolgálatba, azt mondom, hogy szolárium. Jó. Szolárium, igen. Na, srácok, nekünk úgy néz ki, hogy 5 órára jön egy kollégám, akivel megbeszélést kell tartani, és 6 órától van egy teljes meetingünk. Utána szerintem, hát remélem, hogy azt fél hétre lezavarjuk. Én örülnék neki, hogyha mindenhol le tudnánk zavarni. 7 óra környékén. Azt hiszem, hogy úgy láttam a kiírásban a Twitteren, hogy fél hétkor lesz az IRS-eseknek is valamiféle ilyen pénzszállítási balhéjuk, vagy valami. Mert be kéne fizetni az adót is, ugye? Így nekünk az holnap kell. Bocsánat, hogy bánszok, nekünk nem akkor van a meccs? Fél hétkor, vagy valami ilyen? Nem, 21-kor. Ja, csak mert közben Csontos úrnak nem is mondtam, hogy van egy ilyen újabb szolgáltatásunk, hogy európai futballmérkőzésekre lehet nálunk fogadni. Wow! Na igen, aztán... Wow! Nice. Akkor erről mindenképpen beszélünk. A Mercedesünkre még nem kerültek feléként a matricák, csak az Alfa Romeo-kra. Láttam, szép. Igen, nagyon-nagyon állat, nagyon-nagyon ízléses lett. Úgyhogy ezt igen. Akkor én azt gondolom, hogy sziasztok. Ma mondjuk egy ilyen fél héttől mondjuk. Jó, a lottozónak az épületét tudja, hogy hol van. Térképen megtalálja. Igen, egy ilyen dollárikon? Vagy igen, hát egy ilyen sárga ház. A GPS-en bal felül a város, bal felül, a pláza fölött. Látom, meg is néztem, igen, itt a telefonban megvan. Jó, akkor igyekszek oda menni 18.30-ra, jó. Ha nem sikerül, akkor 18.45 körülre, jó? De igyekszek ott lenni, jó? Oké, rendben, addig meg majd jön akkor, rendben. Rendben, mindenképpen, jó, köszönöm szépen. Köszönöm, megyek majd, sőt, hello. Mindjárt jövök, nekem kell egy rilog, Jancsi, mindjárt jövök.
hány szerelőtelefon amúgy? Gas Monkey, meg... Amúgy srácok, hány szerelőtelefon most jelenleg, bazd meg már? Van ez a Gas Monkey, van... Három. Azt a rohadt életbe, hát nem is értem már, hogy ennyire szükség van a városban. Nagyon kemény. De amúgy azt mondták, hogy... Ami nem értem, tehát, hogy egyszer elmondják a sheriffek meg a rendőrök, hogy akkor az albán maffia ki van tiltva, és most megint erről akarnak valamit beszélni, akkor kerestek el intézni. De én ettől már... ez már fárasztó nekem, tehát már az elmúlt, mit tudom én, egy hónapban már vagy négyszer beszéltünk egyszer arról, hogy mindenkit lekapcsoltak, aztán utána másnap jött egy sheriff, hogy nem kapcsoltak le mindenkit, csak kettőt, aztán jött egy megint egy PD-s, hogy csak hogy hármat kapcsol. Tehát én már nem tudok azzal már mit kezdeni, ez az albános. Ez a másik. Én már réges-rég lezártam ezt a sztorit amúgy, tehát hogy én legjobb hogy nem basztat minket senki nem pillanatban. Nem értem, hogy ezt most miért kell, miért... Na jó, hát jöjjenek ide, itt vagyok az IRS-re továbbra is, tehát hogy... Várom. De amúgy nem értem most mi a probléma, vagy mindegy igazából, csak nem is értem, hogy milyen nagyon nem privát, nem tudom. Nem, én sem. Én azért mondom, hogy ilyenkor mondd nyugodtan azt, hogy bazd meg, hát most te is ugyanúgy. Te mondhatom, de úgyis oda mennek, és vágod a izé. Jó van akkor. Hát jó, most eljöttek onnan már? Még egyszer. Eljöttek onnan már? Tartanak idefele? Igen, azt mondta, mondom, akkor menjenek oda, aztán beültek a kocsiba, azt elhajtottak. Szirénába, bazd meg. Aha, jó, nagyon baromi fontos lehet, képzelem, jó? Szerintem kíváncsi is. Kíváncsi leszek, jó van. Ja, Filip, aztán, hogyha TJ megjön, sőt, ugye 6 órakor van a meetingünk, ugye? Aha, csak éppen SS-sel eljöttünk, mert itt lemondjuk az északi házunkat. Jó, de akkor 6 órakor van a meetingünk, utána igen, pedig igen. Fél hétre vagyunk hivatalosak a lottózósokhoz, úgyhogy majd gyere velem, jó? Jó, oké. Majd, úgyhogy egy ilyen 20 perc alatt ezt a meetinget ezt szerintem rendezzük le, jó? Igazából miről kell beszélni amúgy? Igazából csak pénzt beszedni? Igen, az meg az újakat meg akarom kérdezni, hogy tetszik nekik a munka, jó. Meg így összeszedettem, hogy meg is ismerjék kicsit egymást a kollégák. Persze, annyi amúgy, azt én múltkor elbasztam, egyébként csak úgy mondom, hogy én a Shane Williams-t úgy vizsgáztattam, hogy ő úgy tudja, hogy 5000-et kell adnia. Én elfelejtettem hát, ezt a dolgot. Hát tudom én ezt, nekem 5000-et utalt, mondom, mi a fasz, és mondom neked ezt, igen, azt én basztam el, úgyhogy majd azt majd megbeszélem, vagy majd mondom neki ott, majd külön. Figyelj, mondj egy számlaszámot, akkor utalom, mert utaltak, akkor még. Jó, 282. Jó. Pidonat is, akkor utalom. Oké. Szép napot, asszonyom. Szép napot. Mi újság? Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Éppen az egyik kollégánkat fogjuk felfüggeszteni, úgyhogy eléggé sietős vagyok. Ajjaj. Igen, akkor már bent várnak az irodában. Nem gond. Jaj, köszönöm szépen. Jaj, de kényelmes nekem az úgy. Bocsánat, hogy mindig ide rendelem magukat, csak általában ugye mindig akkor érkeznének, amikor én pont nem vagyok ott a helyemen. És mindig kényelmet, én meg szeretem patikán lerendezni ezt mindig, ugye? Hát persze, úgy a tiszta kolléganőm már be is írta a hátralékmentes a cége e hétre. Hát, és akkor, hogyha siet, akkor jövő héten vasárnap találkozunk. Rendben, így lesz. Tényleg sietek, elnézést kérek. Viszontlátásra, szép napot. Viszlát. Na, sziasztok. Jó napot. Sanu, visszarakták a Volvót a shopba, most láttam. Nem tudom, nem mondod, Rubi. Tényleg? Ne! Gyorsan vedd meg. Úristen, jó, hát most itt megbeszélésünk van. Aztán akkor utána köszi, hogy szóltál. Ú, de állat, de ez orra, azt a rohadt, nem is figyeltem. Hú, köszi, ez a show info. Srácok, mehetünk fel? Mehetünk, jó. Fel szeretném mondani is, úgyhogy jözbe köszös megedőzés alapja mondhatni úgy. Jaj, az ajtót már tudom kinyitni, az izmaim olyan. Gyertek csak, persze. Hát sajnos muszáj volt ezt a lépést megtenni. Gyere Tomasz, fent megoldjuk. Vagy hát igazából nem kell fölmenni, igazából le tudunk itt meg tőlük itt beszélni. Szövesleges. Na, mi a helyzet? Mesélj, mi a pálya? Mondja. Hát heti egyszer tudok ugye lenni, inaktív vagyok. És az a baj, hogy így a helyet foglalom, és így azt érzem igazándiból, hogy a helyet foglalom. És hát nem tudom, hogy így a főnökségnek szerintem ez nem nagyon éri meg, hogy én csak heti egyszer vagyok. Tehát, hogy... Hát nem csak azt, hogy nem éri, olyan szempontból nem éri meg, hogy ugye úgy hallottam, hogy most nem is tudtad kitermelni például az e-heti összeget. Tehát ez a terve így nem éri meg nekünk sem, igen. Ez a probléma. Ugye mert tudunk találni nagyon sok olyan embert, aki viszont tud lenni sűrűbben.
meg hát azért elég sok panasz is, vagy most volt valami kavarcs is körülötted, ugye, már sokat szóra igazából. Igen, tehát az a baj, hogy figyelj, én türelmes voltam tényleg, hogy van, de sajnálom tényleg, hogy erre, de én is azt gondolom, ez a legjobb, mint a cégnek, meg neked is egyébként igazából hosszú távon. Úgy Tomás, köszönjük szépen egyébként, hogy nálunk dolgoztál hát egyébként. Én nem válok úgy el tőled, hogy így negatív szájízzel, vagy ilyesmi, tehát tényleg nehogy azt hidd, de érett ez már sajnos. Úgyhogy, igen. Átadom a rádiót is, jó? Jó, azt megköszönjük, rendben. És Filippa, a papírmunkát megoldott? Nem lett megoldva, ugye? Nem, mondja számot. 282. Ah, köszönöm. Jó, Tomás! Itt volna a szerződés, rendben. Írd alá, két példányt nyomtattam. Írd alá, az egyik a tied, a másik pedig ugyanúgy az enyém, mint ami a munkaszerződésnél is volt. És hát remélem, hogy a továbbiakban egyébként szerencsés lesz az életben. Én nagyon szépen köszönöm a kérdésedet, jól vagyok. Szerintem Filip is van, de az ő nevében nem akarok itt nyilatkozni. Meg vagyunk, élünk, küszködünk, csináljuk. Igazából hát nagyon sok... ehhez, az egészhez. Hát köszönjük. Így is elég nagy fejlődésen esett át a cég, tehát tényleg... Hát igyekszünk igazából, hogy merre kéne tovább menni, hogy kéne tovább menni, nem olyan egyszerű. Értem. Néha a főnök urakat meg lehet látogatni? Hát nyugodtan, hogyha gondolod, akkor nézd be, hogyha éppen úgy vagy. Mi a terved egyébként, Tomás, mit szeretnél majd csinálni a jövőben? Fogalmam sincs. Kis illegál, ha esetleg úgy van, hát ugye... Na, erre nem is akarok hallani semmit, papa, nem is hallottam, kész. Ezt nem tetszett azért... hallani. Akkor nem, egyáltalán nem. De tényleg, tehát az, hogy igazából, mert azt képzelem főnök, hogy ott lehet úgymond egy heti egyszer. Tehát, mert itt persze muszáj, tehát hogy mondjam, hogy most ott heti egyszer rabolunk. Rendben, Tomás, még egyszer mondom, nem akarok erről semmit sem hallani. Jó, de érti, hogy mit szeretnék ezzel mondani. Nem, de nem is akarom. Persze. Ez már nem rám tartozik, ez az információ. Rendben, köszönöm tényleg, hogy itt dolgozhattam. Hát mi köszönjük tényleg a szolgálatodat. És alapján felmondás, hogy közös megedezés alapján kirúgás. Tök mindegy, kirúgás, kész. Jó van az. Na mi történt? Kit rúgtatok ki? Téged, Rubi! Nem. Tényleg? Tomás, nem, dehogy is. Tomás Johnson. Ritkán tudott lenni. Valamint... hát már érett egyébként, már régóta folyton valamilyen ilyen ellentmondásos ilyen történetbe keveredett bele szegény, aztán... Elég türelmes voltam vele régóta, de most már tényleg, hát ő is igazából közös megegyezés alapján, de kirúgás kész, nem kell ezt tovább taglalni igazából. Úgyhogy, ja. Aha, értem. Jó, már most lesz 6-tal, akkor mit írt? Hát elvileg lesz, igen, ki lett írva, úgyhogy mi is arra várunk. Rubi, elmegyünk megvenni ezt a Volvo dolgot? Segítesz persze, benne? Persze, csak eladom Köszi. Ezt az autót. Melyiket, a taxi autót, vagy mi? Nem, elrakom, bocsánat, rossz. Ja, elrakod, ja, jó. Jössz, Filip, esetleg? Hát, jó. Jól van, ne itt unatkozz egyedül. Hát esküszöm, hogy megveszem én is azt a kocsit. Esküszöm. Hát rohadjak meg, az engem most kell a projektautó. Megveszem, esküszöm, hogy megveszem. Esküszöl? Mhm, 20 volt távol. Vagy itt 30-kán van. Azt van, 4000 az a kocsi amúgy. Hát az bőven jó. Ja. Jó, na, van? Lesz projektautó! Tessék? Amúgy én is elrakom a izért, szerintem a Mercit. Oké, és amúgy jó volt, mert az a kocsi? Hát figyelj, nem tudom, én szerintem meg lehet azt csinálni, de én ezt inkább drift autónak akarom amúgy. Az driftál? Hát hogyne, hátsó kerekes volt, persze, azért akarom a legolcsóbb ilyen, és feláldozható drift autót, tudod, nem kell sajnálni. Sem volt kamarú, nem kell? Nem igazán tudom nem. Eltenni. Az is drift autó ám. Nem tudod? De a Camaro az nem feláldozható, érted? Az nem ilyen, nem, az a sajnálat, hogy odabasszod. Várjál, Rubi, megpróbálom én. Rubi, neked nem kellett Chevrolet Camaro? Tőled vettem. Vagy tőlem vetted, na. Nem? Amúgy van az. Neki fullózni. Nem hiszem, drága. Hogy drága. Ja, menjünk az enyémmel, Rubi? Ja, nem tudom, kivel jó, akkor menjünk az enyémmel, jó lesz az. Hallod, láttad már az új kocsimat sem, hogy a Tesla? Nem, de én már igazából meg se lepnek az autóid amúgy. Már is lepődök, hogyha új autóval állítasz. Hány autóval most amúgy? Most 8. Úristen.
Azt minek neked annyi autó amúgy? Nem tudom amúgy, most ilyen kocsikat gyűjtök. Ilyen full random, de tényleg. Aha, aha. Igazából abból 4 darab TK-san áll bent, úgyhogy igazából mindegy. Sejtettem. Ezen is lepődök meg. Persze, hogy nem. Milyen jó ennek a hangja egyébként. Ennek az autónak. Ja, hát ez a 2000 TSI, ez ilyen kis okos. Aha, és kajak ott van. 242 Volvo, nem is tudtam melyik az pontosan. Nagyon jó. Hányadik oldalon van? Vegyed, csak nézzed. Hello, hello. Na mi Rubi, figyelj, a sluszkulcsot benhagytam a Skodában, azt vissza tudsz az gondolni velünk? Persze, jó, persze, jövök. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ja, itt van. Yeah! Megvan! Baszki, milyen rák színbe kaptam? Igen, én megkaptam a legfaszább színbe. Színbe? Nézd már rá! Látom, a tiéd az ronda, mint a bánat, igen. Szia, kéne menni tuningoltatni, vagy nem tudom. Hát akkor menjünk. Nem tudom igazából. Na várjál, várjál, várjál. A Rubi remélem jön utánunk, várjál. Akkor a NST? NST mi? Aha! Ah, van benne turbó, haló? Hát annyi nem dobja ez a valagát. Mert szétadom! Nagyon full! Három ajtó! Hú, az 143-nál azért vége van. Nem dobja a valagát sajnos. Egy eléggé nagy sérülést, amit sikerült Levantének kiműteni és megcsinálni a műtétet. Napot! Úgyhogy legalább onnan körülhetünk, hogy Speedy most életben van. Azt, hogy most nincsenek emlékei. Cserélünk valami szín, kicsi már, á? Cserélj, cserélj! Nekem nagyon csak a tetszik. Vágom, de úgy jöttél, hogy sziasztok, hello, hello! Szép jó napot, segíthetek az uraknak? Igen, tuningoltatni szeretném a Volvo-t. Jó, már is nézem a narancs sárga, vagy mennyire ez megy. Ez a rondább, igen. Okay. Hello, igazából a motor tuningot szeretném megkérdezni, mennyibe van erre a kocsira. Aha, igen, van rajta egy matrica. Rendben, ez pillanat és nézem meg ez. De matrica. Ez gyönyörű. A fényezés az marad fixem. Oké, és tehát akkor a fullos motor tuning? Turbo? Ah, hogy mennyibe kerül? Igaz, először az árakról vagyok kíváncsi, igen. Jó, akkor mondom neked. Egy fullos motor tuning, az 7700 dollár. Ez a fullos. És így valami teljesítmény ugrás tudsz mondani, hogy pontosan az mennyi, vagy hogy van? Mi kell rá? Hogy mit érek vele, hogyha belerakatom? Hogy érted? Vagy most... Hát hogy mennyivel lesz sibészebb a kocsiban, valami... Fú, fogalmam sincsen.
Nekem nem. Aha. Járjunk már odébb, mert itt... Jó, jó, nyugodtan. Menjünk oda be abba, benézés. Ja, akkor mennek. Akkor jó. Akkor viszont nem menjünk mi. Jó, jó. Hát az igazság, hogy nekem még nem volt ilyen autóm, szóval fogalmam sincs, hogy jobb lesz-e. Aha, aha, aha. Volt. Valamennyivel biztos jobb lesz, csak mennyivel. Motor tuning, mennyit dob rajta? Az a kérdés, mennyit dob rajta a motor tuning? Hát olyan átlagosan. Szerintem ilyen végsebességre dob inkább, ha? Ilyen 15-20 km per órát szerintem, nem tudom, hogy... Aha, aha, akkor elengedem, akkor elengedem. Ablaksütítést kérek akkor csak, meg nem tudom, hogy valami optikai elemek vannak-e az autóra. Hú, erre vannak, erre van. Azt mondja, van egy spoiler. Igen? Nagyon jó. Egy nagyobb spoiler, de akkor ugye leveszi a rendszámtáblát, ahogy látod. Aha, aha. Na, mondjuk az nem is baj egyébként, mert... Igen, igen, igen. Aztán van egy első lökhárító, ilyen, ilyen hótolós. Csak ez egy van? Igen, aha. Aha, jó. Meg ez. Aztán... Még ezért bukórácsot tudunk beletenni. A bukó, kere, bukó, bukórács megy mennyi benne? Mennyi? Meg a sportülés is, aha. Aha, aha. Ezek 660 dollár. Darabja vagy így az egész? Például a légterelő, meg az első lőkárító. Tehát külön-külön 660 dollár. Tehát a darabja 660, jó, jó. Akkor a hátsó spoilert kérném, meg a versenyüléseket és a bukórácsot. Rendben. Felnéz, vagy valamit esetleg? Nézhetünk, igen, igen, igen. Az is 660 dollár a négy kerék, ugye? Ó, kitűnő, kitűnő. Még mehetünk vissza. Okay. Még egyet? Igen. Még egyet? Oké. Valami ilyesmi? Ez nem lenne rossz amúgy rá, fekete ebből nincs gondolom én. De, de, de. Ebből van fekete, így? Ha minden igaz, így. Aha. 28 ezer. Megoldottam egy otthon. Hát én mondtam másfél. Jó, ez így jó lesz, ez így jó lesz. És akkor még ablaksütítést tehetnék. Így van. Lámpát festeni, vagy valamit még? Nem, azt nem, köszönöm. Mennyivel tartozom így teljesen, összességében? Így teljesen. 3300 dollár. Rendben, mindjárt hozom. Még van takara, izé. Takata, bocsánat, izé. Hát beszarsz neki. Nagyon szépen köszönöm, szokásos, tökéletes munka. Köszi szépen. Én is köszönöm. Köszi, köszi. Szép napot. Hello, hello. Viszont, sziasztok. Viszont. Hello, hello. Szia. Akkor társaság, igaz? Jó. Igen, igen, igen. A Filip. Egy versenyre kihívom, hallod? Rohadjak meg. Pénzbe! Jó, jó, ezt majd, majd megdumálom vele. Kecsú! Köszi, Rubi! Szépen neki menti a kocsinak, te, Saul. Ráadásul az enyém, de nem baj. Szinkron János. Na, szóval! Filip, arra gondoltam, hogy egyszer mindenképpen kihívlak egy versenyre ez az autó, amit na, de tettél bele motort meg turbót fogadni, mert... Nem, 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 nekem, nekem csak azért, azért tökéletes, mert ki, Pariban van a két autó, úgyhogy, mit akartam mondani? Le kell rendezni valamikor. Igen, igen. Van egy jó kis crosspálya, tudod, kicsiköt éjszakabbra. Vágom, vágom. Ott, 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 jó, jó, pénzbe, egy fogadást, fogadást adnék. 100 000 dollár. Hát annyi nincsen. Egy tízes. Jó, tízes, tízes. Jó, 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 azt mondja, akkor megdumázzuk. Na de! Egyébként Rubi, bocs, hogyha neki mentem, én nem,
Én nem mentem neki, tehát hogy... Ja, semmi, ez amúgy. Ilyen, ez most ilyen... Érzékeltem... Minimális koccanás. Érzékeltem, hogy idáig eljöttem az autó, és neki tört valami random, tehát hogy volt ilyen, igen. Igen, megesik, úgy, de nem hogy... baj, csak vicceltem, hogy nekem bocsi. Is belém jött. Na jó, de tudom, kurva idegestő tud lenni. Jó, akkor lassan kezdjük a meetinget, igaz? Ha, gondolom. Nem tudom, hogy hányan tudtok eljönni, mert csomóan várnak a reptéren. Hát hatol jelezték, ahhoz képest hárman vagytok itt, úgyhogy ördökös. Na most tudom gondolkozom, hogy mi legyen, hogy most akkor elkezdjük a meetinget így ennyien, vagy Filip várjunk? Mert most így... Igen? Scott hiányzik még csak mások. Ja, valóban. Mindjárt megnézem, hogy mit ír Discordon, hogy mennyi idő. 31. elvileg még, vagy 20. valányadik. Ja, hát akkor az esélytelen, hogy egy óra múlva felér talán, de hát még az se biztos. Nagyjából amiről beszélni akarunk, akkor majd azt majd utólag akkor meghallja. Most az a baj, mire ő ideér, az még egy óra szerintem kb. Nem? Fix. Hát az nem. Szóval igazából Filip mondta, hogy legyen ez a megbeszélés, én annyit szerint csak közölni veletek, hogy ugye Thomas Johnson most már nem a kollégátok többé, tehát egy közös megegyezéssel kikerült a cégből. De nem is én találkoztatok vele szerintem az elmúlt időben, úgyhogy igazából mindegy is. Úgyhogy most tulajdonképpen négyen vagytok egyébként, ilyen Mark Scott, aki van még rajtatok kívül. És remélem, hogy egyébként mik a tapasztalatok, mi a benyomásaitok tetszik. Ötem vagytok, srácok, ötem vagytok. Ki az ötödik? Shane. Ja, nem anyja. Ja, Shane. Akkor hatom. Hat? Ja. Nem jó. Anyja van még egyébként. Hát elvileg van. Akkor viszont hatom vagyunk, igen. Ja, akkor hat, ja. Szóval mik a benyomásaitok egyébként itt egyébként a munkáról, az a kérdés még itt nekünk, hogy érzitek magatokat, tetszik-e, nem tetszik? Én szeretem nagyon, most majdnap meg tegnap nem nagyon voltam, de egyébként így rendszeresen vagyok, és tök kedvesek az emberek, szeretem csinálni, szerintem tök jó pénzt lehet vele keresni, úgyhogy én meg vagyok elégedve igazából. Na, nagyszerű. Fiúk? Igazából én is teljesen meg vagyok vele elégedve. Ugye, ami kellemetlenség szokott lenni, ez a hangszálkésés, ez a hangnak a késése. Ebből szoktak kellemetlenségek kialakulni. De amúgy igen, az emberek többnyire kedvesek, és megértőek, úgyhogy amúgy örülök meg minden. Jaj, szerintem is amúgy nagyon fullos, eszméletlen jól lehet vele keresni, igazából jókat lehet beszélgetni az emberekkel, én amúgy nagyon adom. Na, örülök. Filip? Valamiről szerettünk volna még beszélni egyébként? Pillanat. Jó. Szerettem volna csak kérdezni, hogy megy nektek a munka, igazából is ennyi lett volna egy a fő téma. Hogy megy a munka, mik a tényleg a benyomásaitok, stb. Meg hogy, tehát igazából ennyi. Valami szerintem a helyet itt már mind a hármótok befizette, igaz? Aha, én most fizettem, azt majd írjátok. Igen. Jó, igen. Akkor azt mi ebbe is megyünk, aztán jó. A gépnél intézzük. Igazából szerintem mindenki befizette már, nem? Scott már, is? Scott... Ő befizette, most... én úgy tudom, hogy a múlt héten kettőt fizetett, nem? Hát én úgy tudom, és hogy a múlt hét vasárnapig volt az kettő. Mert múlt hét vasárnap már beszéltünk egyszerre, akkor elnéztem, és mondtam neki, hogy ő még tartszik, és akkor mondta, hogy nem, mert ő kettőt fizetett. Szerintem akkor az volt már a második, nem? Lehet. Valami Mirsz Montoyát, őt még itt a... Meg a Bertram, hogy neki ő Bertramban van az összes, meg a Shane-be kéne írni, és utána jók leszünk. Meg azt hiszem én is előre fizettem be két hetet. Azért most mondtam, hogy be vagy írva, de soha. Igen. Késik a szál, bocsi. Jó, hát akkor igazából a meeting azt szerintem ennyi. Tehát, hogy igazából másról nem szeretnénk beszélni. Én mindenkiben vagyok elégedve. Nem volt panasz egyébként. Így volt, csak nem rátok. Tehát, hogy a Thomas Johnsonnak volt valami elborulása megint azért, és már igazából felszerettük volna mi is függeszteni őt. Már régóta lógott az a levegőben, de aztán végül is ő jött be felmondani. Tehát végül kvázi ilyen közös megegyezés alapján lett felfüggesztve. De másra úgy tudom, hogy nem jött panasz. Meg tudjátok mutatni akkor ezt a japán tuningos? Persze, gyere, szálljunk fel mellém, Sambo, és akkor bejelölöm. Csak megyek a... Ja, jó. Nem, csak hogy tudod, hogy lássadta is a GPS. Na, akkor elgurulok még mielőtt elmennék találkozni a... ...izésekkel, ottózósokkal.
Hol van az a japán tuning? Egy ilyen kis sikátorban vannak. Aha, gárét, ja, köszi. Hát ezt bazzik nem is tudtam volna, hogyha így nem... Jó, fasz, ja, köszi. Ja, amúgy rohadt drágán dolgoznak, csak ezt így mondom előre. Hát egy nyomtáv szélesítésre a Volvo-ra csak nem lesz olyan brutál drága, majd kiderül. Hát én a Camry-mra, ez is ugye japán. Volt rá egy festés, egy ablak sötétítés, meg ugye a tető tetejére ez a matt fólia, 28 000-et kértek el. Aha, hát mindegy, most én elgurulok, aztán meg is nézem. Oké. Egyébként mi van, hogy van. Aztán majd kiderül, mindjárt jövök. Jó, oké. Oké. Kíváncsiak mennyiért csinálják, nagyon. Már érte megcsinálják el, de valószínűleg megcsinálják. Itt bent? Ez az? Nincs itt senki. Na jó, akkor megyünk viszont a lottózósokhoz. Ami már amúgy nincs is messze, mert ott vannak fönt. Igen? Ah, hello, csontos Samu. Hello. Gyere be, nyugodtan. Rendben. Bocsi, hogy megvárattalak, nem tudom mi. Nem baj. Hát a Samu. Nyugodtan ide a füle leparkolhat, sem. Á, nem akarom, ide rakom így. Igen. Nyitom. Tessék. Nyitva van a másik kapu. Na, megvárjuk. Persze, most a hobbi autómmal jöttem csak. Ja, nézem, mondom, igen, ez az autó, nem volt itt. Ja, mert ide eljöttem a japán tuningosokhoz, nyilván nem volt itt senki. Miért is lenne, mi? Így van, aztán mondom, akkor most már egy pistolat bejövök ide is, mert pont ráértem, úgyhogy faszaság. Jó napot. Bemutatom Russell-t, ő az üzlettársam. Jó napot, szevasz, kívánok, Russell-nak, hogy... Vagyis hát az üzlettársam. Csodos Samuel, hello. Samu, akkor menjünk föl az irodába, jó? Alright. Most már van ilyenünk is. kitűnő. Áhá, nagyon impozáns, szép. Köszönjük szépen, egészen magasra föl fogunk menni. Aha. Igen, itt a környéken ilyen házak vannak. Igen, nyitom az ajtót. Oké. Okay. Köszi. Okay. Jó, az. Arra van a tárgyalóasztal, gyertek csak. A szándék volt a fontos, jó. Azért mondtam, hogy nyisd ki a kaput, nem akartam összekarcolni a verdát. Ja, jó van, hát bocsánat. Mindegy. Oda megyek akkor előre. Ó, ez valóban magas ez a ház. Félfélre elcsíptem, hogy a japánokhoz szeretett volna menni. Tudok majd egy telefont intézni, hogy menjenek oda. Köszönöm szépen, igazából. Jaj. Igazából. Jó, hát ezt megköszönném, hogyha ez így működhet. Jó, mindjárt majd telefonok egy a tárgyalás után, hogy van-e ott valaki. Oké. Ja, figyelj, Samu, az a helyzet, hogy amit múltkor beszéltünk, hogy ilyen részesedéses dolog, meg tudunk beszélni egy fix összeget heti szinten, mert igazából nem nagyon jött túl senki, oda tudod, hogy a taxitól jöttem, stb. És ugye persze. A matricáért egy fix összeg, mondj egy összeget, mire gondolnál, mondjuk heti szinten. Jó, akkor... Igazából azért sem nagyon jöttek még egyébként valószínűleg, mert nem is mondtam még a sofőrjeimnek, hogy mondják, ugye, mert még nem volt fix. Ja, tehát még nem írtunk rá, hogy a szerződést, tehát még nem is olyan állapodtunk meg hivatalosan ezzel kapcsolatban, tehát a matica van, és ennyi. Úgyhogy ennyi. Hát akkor legyen hetente $10,000. Szuper, rendben. Jó, nekem a $10,000 jó leszel. Nekem tökéletes igazából. Szuper. Akkor hozok mindjárt egy papírt, és akkor írunk egy szerződést. Kitűnő. És akkor, hogyha jól tudom, ugye a szelvények azok tulajdonképpen most már bármelyik boltban, így azt látom a weboldalatokon, ugye? Minden boltban elérhető. Igen. Múltkor vettem is, én is egyet kipróbáltam. Sok sikert, holnap is sorsolásunk. Hát, nem is nyertem. Hát annak a sorsolása már megvolt. Ja, értem. Megkínáltam valamivel esetleg az urat? Hát egy valami ételt elfogadnék. Jó, akkor hozok. Köszönöm szépen, köszönöm. Hűtőben mindjárt jövök.
Leteszem ide az asztalra egy pillanat. Rendben, rendben, rendben. Te figyelj is, ez a makett, ez mit célt szolgál? Tehát ennyire komoly ez a lottózó birodalom, hogy itt a... Ott a boltokat látod, hogy melyik boltokban vannak lottószelvények. Aha, aha, nagyon jó. És így a vidéki részt, az már miért csináltattatok meg? Az ilyen fölös, ilyen pénzkidobásnak tűnik nekem, hogy még az is nem, hogy modellezve nektek. Hát figyelj, azért ez jól néz ki, nem? Tehát, hogy itt a... Jól néz ki? Nagyon fullos, persze. Komoly lottozó birodalom lesz ez itt, kérem szépen. És akkor mi az új balhé egyébként, hogy van tipik szerint? Igen, európai mérkőzésekre lehet minden nap fogadni, ötféle tétet lehet rakni, győztesse ugye hát a játék kivenetélére, ki hogy győztes, döntetlen, gólok száma, büntető száma, tehát büntetőlapok, tudod, és igazából ennyi, és akkor minden nap frissülnek az ott számok is, tehát hogy ugye mennyi a nyereség. És akkor is... ezt külön egy cetlinek számít egyébként? Ezt egy saját rendszerben fogjuk magunknak mindig felírni, tehát hogy amikor odajön a személy, megteszi a tétet, 100-tól 10 000 dollárig lehet tenni, felírjuk az adatait, és akkor minden nap végén a meccs után kisorsoljuk, kiadjuk a nyereményeket. Köszönöm szépen. Úgyhogy, ja, oda tettem eléd akkor a szerződést, és akkor... Firkanyt már alá utána. Rendben. Úgyhogy beleültél az ölembe, Russell. Mit szólsz hozzá? Apa. Apa komplexus. Az megy a faszomba. Sugar daddy lettem mostanában, aztán az a helyzet, hogy te kollégák egy picit túl gondolják néha. Vicceltem? Ja, persze, tiszta sor látta, tudom, sejtem. Az én aláírásom az már rajta van. Figyelj, és akkor kezdhetnénk holnap is a dolgot mindjárt, hogy holnap te leszel, vagy van neked a taxitársaságnál valami üzletvezetőd, vagy aki intézi ezeket a dolgokat, amikor távol vagy? Parancsolj! Igen, természetesen Philip Seen, ugye ő a vezetigazgató helyettes a cégünknél. Tehát, hogyha arról van szó, és én nem volnék a városban, akkor ő egyenrangú partnerem, illetve olyan szinten nem, hogy önmagától, tehát ő egyedül nem hozhat döntéseket, tehát előtte mindig azért konzultál velem e-mailben egyébként, hogyha valami ilyen megkeresés van. Na, ja. Jó van akkor, szuper. Jó van, srácok, hogyha máshol nincs szó, akkor jövő hétfőn. Jó, folytatjuk ugyanígy. Annyi, hogy akkor viszont mostantól kezdve aktívan fogják mondani a sofőrök. Szuper jó. Akkor mondják egyébként ezt a tipmix dolgot is? Így van. Az árusoknál, egyelőre a tipmixet, sőt valószínű csak nálunk lehet majd csinálni. Szevasz, Daniel! Itt hello, hello. Egyik kollega, egyik árus kollégánk. Szevasz, Daniel! Üdvözlöm, de... Épp időben. Üdvözlöm, csodos Sámuel, de ez a nátok csinált idézőjelben tipmix, ez hogy működik? Tehát ide jön az úr, az ember, és akkor csinálja? Vagy hogy van ez? Hát ide jön az úr, megmondjuk, hogy jelenleg milyen meccsek vannak, amire lehet fogadni, és ő megmondja, hogy mire szeretné fogadni, mondunk egy occot, átutalja a pénzt, felírjuk őt egy jegyzetfüzetre, és amikor vége van a meccsnek, akkor ugye kis, hogyha nyert, akkor idejön és megkapja az összeget, vagy Discord applikáción ír nekünk, hogy nyert, ha nincs a városban esetleg. Tehát ez nálunk van egy ilyen saját belső rendszer, amivel feljegyzetelünk mindenkit személyigazolvány alapján. Ja, értem. Persze, tiszta sor. Jó, akkor ezt is mondani fogjuk mindenképpen. Rendben. Ja. Minden nap lesz európai meccs, aztán tolják az urat. Ezerre egyébként nagyon kelendő a dolog, tehát azt vettem észre, hogy ez borzasztóan viszi a pálmát egyébként. Nagyon jó hangzik. Örülök neki. Merre fele megyünk ki? Vegyük el? Nem tudom, igen, ott a lift. Nem emlékszem már. Igen, a baloldali első liftnél. Aha. Na jó, sziasztok, srácok, akkor. Sziasztok, nem kell kijönnötök. Hello. Na, a kaput azért kinyitom. Aha. Ja, jó, köszi. Mi se? Tagos nem. Ja. Szuper, néha nem nyílik ki. Igen, megvan már technika, igen. Na jó van, köszi srácok, azt a telefont, azt el tudnád intézni akkor, amit mondtál? Ja, igen, mindjárt fejlom, köszi. Jó. Volvo? Aha, ilyen kis projektautónak vettem, ökörködni. Én pont ezt az A3-at most vettem, nem olyan régen, már nem lehet kapni a városba. Aha. Aztán, hát már jó régóta nem lehet kapni a városba, és így kb. Most már az ötszöröset éri, hál' Istennek az árának. Az eredeti árának. Nice. Úgyhogy ez egy jó deal volt. Persze. Hát én meg ezt csak ökörködni vettem. Hát ezzel lehet csapatni egyébként. Igen, driftelgetni, ilyesmi. Hogy egy ladát veszek, aztán ilyen hülye gyerek tuningra fölnyomom. Így van. Nekem ez a célt szolgálja, igen. Aha, ilyen széles felnik, meg busztustalan szélesítések.
Ó, persze, azért mondom. Nagyon veszik fel, az 10 perc még a városban volt, viszont ha ad az úr egy számot, jó, akkor ő mindjárt fájba magát. Most már hív is. Oha, kicsinő. Csak megoldjuk. De jó, itt vagy? Igen. Ha oda tudtok ugrani egy japán telepre, mert egy ügyfeletek szeretne oda menni szerel, vagy tuningolni. Már nincsen senki, jó, mennyi ott vagytok? Na jó, oké, eska, puszika. Na, egy 10-15 perc múlva ott vannak, azt mondták, odaugranak gyorsan. Kitűnő, jó, akkor oda megyek. Jó, oké. Jó van, srácok, köszi szépen, akkor hogyha addig nincsen, ugye Filipet akkor tudjátok hívni. Így van, akkor. Hogyha engem nem érnétek el, de hogyha más nincs, akkor a jövő hétfőn akkor a találkozunk majd a... Mármint, hogy úgy jövő hétfő, hogy a holnap hoz egy hétre lévő hétfőn, így akarom mondani. Igen. Rendben. Jó van. Hogyha bármi kérésnek lenne, óhaj, sóhaj, szerződés módosítás, bármi, akkor pedig jelezzétek. Jó, e-mailben ugyanúgy. Én meg ott vagyok fönne a kis kör e-mailteken, rajta vagyok, úgyhogy... Igen, ott látszul is minden hülyeséget. Így van. Ja. Dumázunk majd akkor. Köszi, sziasztok. Nyitom a kaput. Jó. Azt mondja, hogy jaj, de hol volt a japán tuning, aha. De tudja már tököm. Mi? Aha. Köszi, sziasztok! Hello. Jó, az a 10 000 hetente. Teljesen rendben van. Azért hogy bejelöltem amúgy a helyet, hallod? Így fejből. Durva. Sziasztok, Samu Rádion. Szia. Szia, Samu. Hello. Rubi, Filipről tudsz valamit? Most érkezett, ha jótom a városba. Itt van a taxitársaságon. Ja, mert hívtam telefonon, aztán nem vette föl. Sorry, most jöttem, már szarvút, beakadtam még teljesen. Ja, amúgy... jól van, chill. Igen? Na, amúgy Samu, Filip, nektek is mondom, hogy lovas pubot nagyon nagy részben kerüljétek, mert majdnem agyonlőttek engem meg egy NST-st a rendőrök így indok nélkül. Jézusom, bazd meg. Publik közepén. Rendőrök? Igen, a publik közepén beszélgettem az NST-sem, mert meg akarja venni a motoromat. Erre jön 2 rendőrhelikopter, azt elkezdtek ránk darálni. Csóri NST-s urat majdnem agyonlőtték. Jézusom, bazd meg, hát ezt kéne jelenteni a rendőrségen, hogy ez most mi volt. Hát igen. Bemegyek, beszélek velük, jó? Majd beszélek velük. Jó. Akkor nektek is mondom, akkor most a lottózósokkal a megállapodásunk az mai naptól érvényben van. Annyi lenne a teendőtök ezzel kapcsolatban, ugye, hogy az Alfa Romeo-kon látjátok, már van már ilyen lottózós, logós matrica. Mercedesen még nincsen, majd lesz a jövőben. És az összes utasnak ajánljátok szeretettel ezt a lottózó szelvény dolgot. Boltba tudják venni, valamint van egy új szolgáltatásuk, ez a európai foci meccsekre fogadás igazából. Ez ilyen tipmix jellegű, ezt az irodájukba tudják megtenni, ami egy ilyen kis sárga ház ikona a GPS-en. Ennyit kéne így akkor valahogy ajánlani nekik, jó? Az utasoknak, innentől kezdve. Oké. Rendben. Easy. Rendben. Most már vagy a Samu? Én most jelenleg a japán tuningosoknál várok valakit, nyomtávszélesítőt akarok baszni a Volvo-ra. Ja, vágom, na utána tolunk egy versenyt akkor? Persze, mindenképpen vegyél valami izét, valami játszós ruhát, mert én is leveszem, mert azt akarom szarni ezt a faszaruhát. Akkor fölmenjünk oda? Fél telefonon fölhívlak, Filip, ne itt a rádión beszéljük ezt meg. Jó, oké, és majd valami külön felhívom. Ja, a 90. 90, jövök rá. Jó. Amúgy Twitteren szóltál sem a japánoknak, mert úgy nem jönnek amúgy. Úgy van, hogy a lottózós egyik srácnak volt egy kontaktja a japán tuningosokhoz. És akkor most elvileg 10 perc múlva jönnek, tehát hogy így működött. Értem. Köszi. Ja, easy. Na jó, lelépek a Frekiről. Oké. Na itt vagyok. Jó, hívtalak vagyok, hogy összeállt. Tudom, csak még kérdeztek valamit a másikon. Persze, itt vagyok. Na figyelj, az a deal amúgy, mi autolok ma felét, hetente 10 000 kapunk tőlük. Arra a lottózósoktól.
ezért cserébe, úgyhogy mindjárt utalok 5000-et, jó? Mi a számla számod? Jó, 433-os. 433. Köszi szépen. Elvileg durrant is, jó. Megmondtam nekik, megadtam nekik a számodat. Mondták, hogyha valami van, akkor keresnek téged is lehet esetleg, hogyha arról van szó. De a lóvét azt mindig én hozom el majd tőlük. Hely, hétfőnként jönnek majd a lóvéval. Sziasztok, Rubi, te most mennyire érsz rá egyébként? Ráérek. Jó, annyi lenne majd, hogy kvázi kéne majd egy bíráskodnod majd ezen a versenyen, amit majd Filippel nyomunk. Nem tudom neked ez így mennyire fér jó, bele. Jó, megyek, akkor vissza jó, a még nyugodt, szólok majd, mert én még itt mindig a japán formára várok. Ja, aki lehet, hogy nem is japán, fogalmam sincs. Oké. Úgyhogy szólok majd, köszi. Jó. Szóltam Rubinak, majd jön nekünk pályabíróskodni a versenyre. Aha, hogy lefizetni nem akarod, hogy neked fújjon? Nem, dehogy is. Hogy neked fújjon! Jaj, elnézést. De úgy már tisztáztattak téged a japán nyokozárral? Most érkeztek meg, majd mondom. Vagy 20-20 körül ez csak szólok, vagy 10 balázs. Jó, majd kiderül, nem kell stresszelni. Szép jó napot! Tiszteletem! Üdvözlöm, Csontos Sámuel vagyok, üdvözlöm. Tiszteletem, kellem vagyok, tudok segíteni. Üdvözlöm, köszönöm, hogy ide tudod fáradni. Nem tudom, hogy jó helyen járok-e igazából, csak mondták nekem is páran, hogy ilyen, azt sem tudom, hogy az igazából felni vagy gumi, de ilyen nyomtáv szélesítést tudnak elvileg az autókra rakni maguk, ha minden igaz. Így van, egy pár ilyen széles felni gumikkal együtt. Ja, hogy az felni, az nem is nyomtáv szélesítés. Hát megmutatom. Jó. Igen, tudom, nem japán autó, de úgy hallottam, hogy ilyennel is tudnak foglalkozni, ilyen kategóriában, optika kategóriában. Ilyet az ára vagyok kíváncsi, mert hallottam, hogy azért hát az szívhez kapos. Így van, azt úgy csináljuk, hogy behozatali ár plusz 10 000. Behozatali ár? Mire gondol hát, itt ez ugye? Van ennek egy az alapára. Amennyibe kerül ezt nekünk behozatni ide az országba. Ez az ár plusz 10 000 dollár. Mutatom is, hogy értem. Igazok. Jó. Természetesen ebben azért hajolgatok egy kicsit a útban. Innen kezdődik, utatok. Jó. Rendben, köszönöm. Ezek vannak, mindegyikből így van, hogy van egy ilyen full színezett, ezt az egészet lehet színezni. Egy ilyen és értelemszerűen egy ilyen fullhozott. Mi erre gondol, ilyen sokküllősre? Hát ilyen sokküllősszerűre, igen. Meg nem tudom esetleg, hogy ilyen márkás felnyeik vannak-e, vagy csak ezek a generikek vannak, ezek a no-name-ek? Igen, ezek a nagyon szélesek, ezek inkább no-name-ek. Ja, értem. Ez volt a legelső. Ez elég jó, egy pillanat, megnézem hátulról is. Hát, megérez 15 000-et. Még ehhez van egy hasonló, amit tudok ajánlani, azt is megmutatom. Jó. Aha. Hát. Jó, és ültetni tudtok egyébként? Persze, mindent, amit... Azt meg tudjuk nézni, hogy néz neki ez mondjuk így... Aha, ültetési akkor, szintekkel? Igen, de akkor ezzel a felnivel vagy a másik? Ezzel a felnivel, igen. Mutatom az ültetést. Rendben. Így lehet fokozatokban haladni, és akkor ez a legjobb ültetőgó. Aha, jó, és na, az ültetés az mennyi nálatok? Külön. 6300 dollár. Ez a fullos. Fajget. És sárban ez csökken, minél kevésbé ültetik. Aha. Jó, akkor az ültetést azt nem kérem, akkor marad csak a felni. Jó. És akkor 14 000? Nem, mindjárt mondom, mert a felni árak másik vannak. Nem azt mondta, hogy 10 000... 1600 meg... dollár lesz. Még egyszer elnézést? 10600 dollár lesz összesen. Jó, rendben, egy pillanat, itt van egy ATM szembe, ugye? Igen. Jó, pillanat is jövök, jó, igen. 10600, a fogamat húznák. De hát sajnos jól áll neki. Parancsolj! Akkor rá is van pattintva a felni.
Jó, kitűnő, köszönöm szépen. És használj egészséggel az ő. Köszi szépen, ide fáradtál, köszi, köszi. További szép napot. Köszi, köszi, hello. Hello. Á, egy telefonszámot is lekaphatok? Persze, mindenképpen. Nem tudom, mert úgy tudom. Jó, mert úgy tudom, hogy nálatok úgy működik ez, hogy így kontakt kapcsán megy csak. Hát igen, igen, de azért szoktunk lenni egyébként a telepen, nem tudom, egy 2-3-an átlagba. Úgyhogy amúgy elér, hogyha akar. Meg igazából a Twitteren keres, akkor ide tudunk jönni. Ja. Hát ja, jó, akkor menj a Twitter, jó, nem akar téged fárasztani. Ja, nyugodtan megadom, hát én is én vagyok itt a Jó, akkor jöhet. Szóljon, ha mondhatom. Köszi. Mindenképpen a keres fogok, el is mentettem, köszi. Rendben, további szép napot. Hello. Viszont, hello. Most mondd. Na, 19.25-kor villanyoltásra, utána menjünk, vagy ő még előtte, vagy mi legyen? Ne, utána csak. Jó, akkor 30-kor mondjuk találkozunk főpóba, az jó? Tökéletes. Persze. Oké, és akkor itt teszek. Jó. Bassz meg, de Zoral! Bapá. De Zoral lett, te jó isten, srácok! Hú! Jézus Mária! Anyád! Na takarod, hallod? Na. Vegyünk egy bukós isakot. Very, very important. Ugye az helmet. És srácok, most tippelem, hogy most fog hívni engem a Filip. Ebbe a pillanatba. Nem tudom, hogy az masknak számít-e, vagy itt is lehet. Aha. Én így akkor ebbe mennék. Igen. Szemüveg, sapka. Oh! Oh, nagyon nice, jó van, zsír. Easy peasy. Jó. Na. Na, hello, Ruby vagyok. Akkor áll még ez a verseny? Hello, persze. Megyek a taxitársághoz, elvileg Filip is ott lesz, és akkor onnan megyünk együtt, jó? Jó, oké, és köszi. Hello. Hello. Kivesztük a 10.000 KP-t. És akkor fasza lesz. Na. Sok az a pénz, sok pénz az 10. 1, 2, 3, bum. Nagyon jó. Meg fogjuk kúpolni. Olyan kúpot nyomok fel a bot... Bol? Miket beszélek? Olyan kúpot nyomok fel Filip seggébe, hogy arról koldul. Most honnan jött ez nekem? Ne kérdezzétek. Egyszer akarom nyerni a lóvéját. Ha már van ez a Verda, akkor acse. Meg tudna utalni 3000-et, persze, mindjárt. What's up? Mi csoda? Jaj! Na menjünk. Várjál, nálad a lóvé? Jó. Milyen lóvé? Na köszi. KP! 10 KP! 19 van nálunk, csak ne hagyjunk meg, menjünk. Na itt vagyok. Annyi KP-d van? Jó, menjünk. Jó. Vágod, melyik pályára gondoltam? Nem. Na akkor várjál, mindjárt engedzem én is, melyik pályára gondoltam. Jó, itt van az el. Na gyertek utánunk akkor, Rubi, jössz velem? Jelölök be. Aha, jövök. Oké. Hallod, okay. Néző jó? Hát, mert mondta, hogy jön a nézőre. Persze, hogyne. Jelöld már be nekem légy szitörkében. Hát kövess engem aztán annyi. Jó, akkor az is jó. Végül fullgyári maradt az autó, ugye? Így van, annyi, hogy japántani mosoknál. Most látom. Igen, megkapta ezeket a gumikat. Nagyon állat.
Aztán most annak az árát akarom visszanyerni, Filippem. De mennyibe fogadtatok? Egy tízesbe. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy odaadjuk neked mindketten a 10 000-et, és utána te osztod majd ki a győztesnek a 20-at. Jó, oké. És annyi lesz, hogy te rajtoltatsz egyébként minket, és akkor nyilván az is lesz a cél, ahol te állsz nagyjából. Tehát ott majd menj le az útról, de majd megnézzük, hogy mik a lehetőségek. És akkor te fogod tudni eldönteni, melyik autó ért be előbb, ugye? Legyen tiszta sor. Jó, oké. Ez a hatalmas nagy bíráskodás. És drága volt egyébként a felni? 10 000. Ez még annyira nem vészes, az ilyen mercikre ilyen 20-30 egyébként. Nagyon durva. Mesélte a forma, hogy valami behozatali ára az autónak plusz 10 000 dollár. Mondom, azt a kurva eget. Elvileg aztán, hogy ebből most hogy 10 600, aztán annyi volt a kocsira. Azt nem tudom. De hát nem hagyhattam ott, tehát annyira jól áll neki, hogy nem igaz. Nagyon jó, jaj. Miért kerültünk volna? Amúgy elhozott a GPS amúgy, tehát hogy... Amúgy akkor ugyanilyük adunk ki. Jó van, teljesen mindegy. Na, járjuk le az utat, mert nem tudom, hogy mi legyen a nyomvonal, jó? Gyere! Jó, menjünk arra. Hát... Baszd meg! Jó! Azt a kurva! Ez ekkora ugrató itt, te jó Isten! Fú, baszki! Várja! Jézusom! Jó, akkor ezt itt valaki kéne hagyni a képletből. Bár a faszt! Igazából simán ugorható. Ez ilyen crosspálya egyébként, ahol aha, most jövünk. Aha, látom. Igen, és szereti az autó ezt nagyon most. Igen, így erre. Baszd meg! Jó. És akkor az a kérdés, hogy körbeérünk-e igazából, de nem nagyon, tehát hogy nem itt kezdtük. Hanem így, itt valahogy át kéne menni jobbra, és ott kezdtük fent. Na, Filip, figyelj! Ez lenne a kör, csak nem itt kezdtük. Tehát hogy legyen szerinted akkor? Érted, hogy mondom? Mert hogy ugye arra kezdtük el, csak ahhoz itt most át kéne durrantani. Vagy hogy legyen? De menjünk már, várjál. Gyere, utána van még egy ötletem, azt akkor el... Jó, mutasd te! Jó. Az a baj, hogy most nem igazán értem a kört. Tehát, hogy vagy elmünk de. Arra, akkor hol lyukad, vagy hogy van? Tehát, hogy az a baj, nem... az a baj, ez a hely nem ad ki egy teljes kör, de valahogy így kéne. Ki az, aki ott jön amúgy? Ki futott? Nem tudom, én is láttam. Az előbb ott volt az út szélén, nem tudom mit csinálni. Ja, én is néztem, hogy miatt akarom. Max elvittek az UFO-kkal, nem tudom, de mit keresik. Az... Igen, elég para. Na, szóval nyomjunk le egy kört. Valahogy. Meg. Hát ez a jó kérdés. Mi van, hogy erre tovább megyünk amúgy akkor? Nézzük meg. Jó. Fú, bazd meg. De úgy lehetően van, hogy összetörik az autó, mire a végig menjünk leszten. Hát az a lényeg, tesó. Hát az itt a lényeg! Hát azt vágom, de nem a tesznél. Hát jó, figyeld, enyém is megy hát szét, hát most na. Mindegy az. Jó van az, roncs derbi, baszod! Bazd meg! Azt a kurva! Nagyon jó!
hát... és feláll. Megvagy? Ó, nem. Nem, nem raktál bele izé bukócsövet, bazd meg. Ó, megfogott az ő, minden Na, jó van, jó van, jó van. Na itt lényen akkor balra kell menni, jó? Ez az, ami balos, nem? Jó, igen, igen. Na és figyelj, azaz, itt azt kéne nézni, hogy balra fele menjünk el, így, erre látod? Jó, jó, vágom. Így, és akkor ezen a baloldali úton, és akkor kiadja a kört, nem? Így adja. Menjünk még egyszer végig, így, azt menjünk. Így faszán adja, jaj, menjünk még egy kört. Jó. És ebből majd legyen két kör. Ne egy, mert az úgy. Jó. Szerintem azt lehet három is. Jaj, három. Jó, három, menjünk még egy kört akkor. Jó vagy közben, Rubi? Persze, jó vagyok, bekötöttem magam, úgyhogy... Nem hány, nem is meg hány ingered, jó van? Nem, nincs. Hátsó kerék majdnem kapta. Jó, kiadta, kiadja. Ja. Jó, akkor honnan legyen rajt? Sorry. Nice. Nem baj. Figyelj, legyen innen a rajt szerintem, innen. Akkor szálljanak itt az operatőrök, mert akkor lassabbak vagyunk ám. Ja. Na várjál, viszont szállj ki, Filip, te is. Mindenki szálljon ki a picsába. Nem tudok kiszállni. Nem tudsz? Na várjál, milyen megoldjuk. Várjál. Nem igazán, ja. Na így jó, köszi. Na, akkor Filip, a tízest adod a szépen Rubinak. Én is odaadom neki. És akkor végén ő adja oda majd a 20-ast a győztesnek, right? Oké. Jó, és akkor, ja, itt ez tök jó, mert pont itt egy kicsit tudtok gyorsulni. Minimálisat. Ja, úgy, de egyébként úgyis eladjátok egymást szerintem valamilyen szinten. Ja. Úgy pitelni azt ér, nem egy roncs, de egy ér, hát pitelni, hagyjad már. Hát érjen pitelni, jó. Vágat az én már egyszer pitelsz, széttörök. Ott is van. Figyelj, azért legyen valami egérutam, azért lehetne, nem? Micsoda? Valami egérutam, azért lehetne. Milyen egérutad? Miért? Jó, adtok 11 dollár. Na, várjál. Na, annyit megér. Na. Na, várjátok, én közétek állok valahogy így. Na. Oké, és akkor Rubi, az lenne a feladat, ugye, hogy felteszed a kezed, és amikor leengeded, így, akkor rajtolunk. Ennyi. De akkor jó, engeded le a kezeidet. Jó, de mindenképp visszaszámolok 3-2-1-re, és akkor 1, és utána leengedem a kezem. És akkor úgy van az indulás, csak hogy valamennyire ki tudjátok számolni. Jó, rendben. Hú, bazzik, izgulok. Kicsit gyere arrébb te is. Ja. Jó lesz, várj beállok itt. Szerintem menj. Valahogy ide állok, hogy ne üssetek el, jó? Csak hogy itt jobban látjátok, hogy ne álljak így. Jó, ez így jó, kicsit hátrébb jövök, jó, ez így jó lesz, oké. Na, akkor egy után, jó? Jó. Hallottok jól? Igen. Ja. Akkor 3, 2, 1.
Úgy be fog sokkalni a fiú. Úgy fel fog borulni. Ne! Ne már! Ember! Kurva eget! Jó, ő is elszarta. De ne! A kurva eget már! Picsába! Hajrá! Á, ez így már. Lófasz ez így már. Hány kör amúgy? Még azt meg sem beszéltük. Jó van akkor. Á. Esélyem nincsen. Azt sem tudom hol van. Ó! Jó van akkor. Most három kör végül? Mindegy, tök mindegy, úgyis ő ér be előbb, úgyhogy teljesen mindegy. Basszus, ő is elszart valamit ott, de... Há? Még van egy kör. Három kör! Dehogy nem! Van egy kör. Nem, három. Ez három. Három kör volt! Ennyi! Ennyi! Húhúhú! Szép volt. De most lenne, let's go. Még van egy kör. De miért lenne? Ez volt a harmadik kör. Ne bockodjál már. Persze. Húhúhú! Hát sajnálom. Akkor átadom a nyertesnek, gratulálok a Hát köszönöm. A Filip, ne haragudj, sajnálom. Bocs, tesó, figyelj. Pedig amúgy szép volt, amúgy nagyon szép volt. Figyelj, én már én már elengedtem ezt a dolgot, megmondom őszintén. Nem nagyon engedett ezt el. Dehogy nem. Miért engedtem volna? Én már, tehát figyelj, két körön keresztül úgy jöttem be, ők a legjobb tudói Rubiék, hogy egyszerűen bazdmeg itt teljesen izé. Hát elég esélytelen voltam. Igen. Na, hát nem tudom, mi történt Filippel ott. Mondom, hogy hátul volt valami. Ó, köszönöm szépen, köszönöm. Volt. Jó van már, Filip, ne aggódj! Lesz még lehetőséged erre! Majd legközelebb... Valami jó kis, ami csapatépítő tréninget lehetne is szervezni amúgy. Amúgy simán, kíváncsi, hogy mennyire. Jó van már, Filip! Fogadd el, hogy vesztettél, na hát most. De egyébként mi történt, hogy ennyire behoztad? Vagy hogy... Kérlek szépen, itt az utolsó kanyarban, itt ebben a kanyarban konkrétan kifordult. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ha? Meg valamit még elrontottál, ugye Filip, mert utána egy kicsit közelítettem. Fú, de nem szeret most engem. Fejreálltál, jaj. Nem baj, szép volt, tényleg. Szép volt. Jó volt, nagyon izgi volt. Jaj. Autók jó mennyire van. Maradtak egybe? Hát figyelj, kapta az ívet, kapta rendesen, tehát hogy... Jó van már, nem kell szétrugni! Filip, chill out! Csak mondom, Filip, hogy nekem még a passzátom adtál TK-son a garázsba, úgyhogy... Amit te vertél szét. Hát akkor még azt is meg kell, fizetned még azt is, Filip. Nyugi. Hát... Jó van, mert ne, figyelj, veszteni tudni kell. Hát. Hogy na. Tehát, hogy... hatalmas megnyugás az nekem. Filip, hogy egy bankszám a számot. Filip, hogyha... 74, hogyha egy dollárt utalsz, akkor azig a kulten lelőlek a múlva. Filip, figyelj, hogyha úgy vagy vele, hogy készen állsz a következő megmértetésre, szólj bármikor, jó? Holnap. Jó, ezekkel? Vagy milyen autó? Vagy ezekkel a kocsikkal? Motorod, nem veszel egy motort? Vegyünk bele motort? Jó kis cross motorra kell itt jönni. Yamaha. Jaj, olyan motor? Jaj, hát én nem nagyon motorozok. Én régen sokat toltam itt cross motorra. Én fosok a motorokon. Baszd, 74 is nem érted meg? Fú, én mondtam, hogyha egy dollárt tartasz, akkor lelőlek.
Én fosok a motorokon, de megnézsz, hogy mennyi egy crossbow? 50 000. Úúúú, bazd meg, ez nagyon drága. Tudod, akkor tudok intézni, hogy csúfom. A szúzos. Én a kocsiknál maradnék. Vizé, kérd meg valaki leadjuk a taxiautókat, abból veszik a motorokat. Úgy taxiautóval kéne. Persze, majd mindjárt, hogyne, persze. Nyilvánvalóan. Vagy mivel? Nem, én adom ezt a, vagy vehetünk ladát is amúgy, ha gondolod. Jó, jó, de alak Niva. Nem Niva, szerintem azt a... Niva, ne. Nem, hát a szar, az a jó kis kocka lada. Nem, a 21.04, vagy nem 7, vagy 6, jó, 21, jó, 0, jó, 5. Nem, de az 5 az a szögletes lámpás elől, ez meg körlámpás, nem? Nem tudom, szerintem 5-es. Igen, és az körlámpás. Igen, ja. Igen, mindegy. Én azt adnám még amúgy. Jó. Csak rakd bele izét, amikor abban lehet, hogy nincsen abban a bukókeret, mert az énben most volt, aztán az sokat számít így. Ja. Felborulsz, aztán nem lesz tré. Hallod, aztán amúgy én azt veszekasználtam, amúgy 2005-ért valamennyiért. Akkor megpróbálok én is venni, akkor adával mehet majd visszavágó. Adom. Meg nem tudom, valakinek, majd meglátjuk, hogy Rubi, esetleg nincs kedved ilyenbe? Igen, csak egy-két napot gyakorolnék előttem, én iszonyat bénán vezetek. Tehát... Hát figyelj, most ahogy látod, nekünk sem ment amúgy sokkal jobban. Jó, amúgy... mondjuk igaz, nem. Hát az első köröm, az a katasztrófa volt. Tehát minden, amit bejött. Van. Aha. Csak nekem nincsenek ilyen autóim. Egyébként ilyen sportosak. Figyelj, tesz abban a jó kis rally felfüggesztés megvonulta. Vagy majd megnézem a garázsba, hogy mi van, de szerintem nincsenek ilyenek, de... Hát, de figyelj, ez tehát a lada is olyan, hogy... Tehát ilyen tényleg belépő szintű árma. Úgy könnyen beszélsz még 20 000 dollárra, meg... Veszek egy ladát, Max, jó. De Filip, ugyanígy beszélnék akkor is, hogyha te nyertél volna, hogy vagy meg. Van 14 000 dollár, mert szól nekem felemelkedik 25-re, de attól függetlenül most Hát figyelj, ott volt, tehát... Teljesen fair küzdelem volt, én azt gondolom. Tökéletesen vezettél, majdnem fél körrel vezettél előttem végig. A végén elrontottad. Ilyen egyszerű. Hát én is az első kör, meg én rontottam el többször. Ja, sőt, ki is biteltél, sikeresen. Hát oké, de nem, nincsen, hát három kör. Sajnos. Először kettőt, amúgy az a másik, először kettőt beszéltünk, aztán mondtam, hogy legyen három. Tehát, hogy négyről szó se volt. Ha kettő, akkor megnyered, igen. De hát, nem kettő volt. Holnap, akkor mindenki tesz rá 10 000 dollárt, jó? Ugyan így. Amúgy meg lehetne ezt ilyen munkai csapat építeni. Tényleg, az egész szöksztársaság mindenki tesz rá 100 000-et, bazd meg, és el kell vinni mindenki. És akkor mindenki befektet egy ladára, ha tudnak, nem tudom, mennyi van lada most. 5 000, hát mindenki szerintem annyit le tud csípni a konyha pénzből, aztán nyomatunk egy versenyt, és akkor mindenki rárakja egy 10-est. De hát egészen konkrétan még ez a Volvo is amúgy 4 000, tehát hogy még... Ez is olyan ár, hogy így semmi, tehát hogy... Na hát akkor megbeszéljük, hogy milyen autó legyen, és akkor egységesen. Jó, én adom. Én most fel vagyok itt buzdulva, nyilván. És akkor, hogyha hát nem tudom, hogy mindenkinek van a 10 000, de hogyha nincs, akkor egy 5-öst, vagy majd megbeszéljük, hogy mennyit teszünk rá. Hát, ha valaki utal nekem, akkor lesz, de... Hát figyelj, a taxiszolgálat bármikor rendelkezésedre áll egyébként, neked is amúgy, Filip. Meg halljátok, hogyha valaki feltölti nekem a bizniszemet, akkor én teljesen ötlékot. Amúgy ez figyelj, hogyha az belőle részesedést, akkor... Pasztor, na ez az, hogy neked még bizniszed is van. Van, de mindjárt fog. Bocsi. Na, hát de asszonyverő, nőverő vagy. Jézusom, Filip. Az Isten áldjon meg. Teljesen elborul amúgy, hogyha így veszi itt a fiú. Jaj. Yeah. Ez szemüveg volt itt már. Dehogy nem. De mondom, te Filip, én nem viccelek neked. Én két körön keresztül én azt mondtam, hogy ez bukó. Tehát én már itt legyintettem, hogy jó, hát ez ennyi volt, szép volt, kész. Úgyhogy... De mondom, fél körre vezettél, ember. Hát... Jó, azért elején elpasztál valamit, vagy nem tudom. De figyelj, alapból úgy kezdődött, hogy a legszarabb íveket választottam, alapból elején ki is piteltél tök ügyesen, amúgy. És utána egyszer meg is fordultam, stb. Tehát volt minden, úgyhogy azért mondom, hogy hát ez ennyi. Kész. Abban reménykedtem, még elszarod egyszer, és hát ez bejött, hál' Istennek. De amúgy eskü lehetne egy ilyen csapatépítőt. Hogyne, Márkot is berántani rá, meg holnap, nem mindenkit.
Hát figyelj, hogyha össze lehet szervezni addigra, akkor sima. Beszéljük meg ki, mikor ér rá, nekem jó szerintem. Akkor mi? Akkor egyezünk meg abba, hogy Lada? Aha. Egyébként? Aha, szerintem. Jó, akkor... Nem értek rá, gondolom, nyilván nem, de... Hát figyelj, én szerintem a legtöbb embernek amúgy így megint ez este fele lenne, igen, jó, nem? Igen. Legyen mondjuk egy ilyen 6? Addigra, az jó, mert akkor addigra lehet, hogy be kéne szólni rádióba is, nem? Lehet. De még kérjük applikációra, az egyszerűbb szerintem. Amúgy, ja, easy. Jó van, fullos. Nem anyáról tudunk-e valamit amúgy? Inaktív, mert sokat kell inaktív dolgoznia, de azon kívül nem. Nem tudunk igazából. Jó, mert ő azt hiszem, hogy frissítettem még én a táblázatot, azt hiszem, hogy ő az egyetlen, aki még nem fizette be ezt a mait, ugye? Igen. Úgy tudom, igen. Jó, mindegy, nem, azt nem szoroz. Jó, hát figyeljetek, srácok, én akkor holnapra én szerzek egy ladát, megpróbálom még ma intézni azt a ladát. Én is megyek a szalomba most akkor. Szerintem is én is a szalomba nem szarakodok én használt ladával. Én sem. Persze. Meg akkor full gyári legyen, nem? Persze, ugyanúgy. Maximum csak optikai tuningot rakhattok rá. Ennyi, de annak még ez a sok értelme nincsen amúgy, de ugyanúgy, mint ahogy most csináltuk. Persze, okay, gyári, okay, hogyne. Annyit tudjátok, hogy az még jobban dobja a seggét, mint ez. Mit fikázni akarsz az oromba? Vagy is, de ja? Jó. Nézz ide a pólót közepére, nézed? Nem nézek, nem. Ebben nem ugrok be. Oh, na. Jó van, akkor menjünk, szerintem akkor menjünk el csoportosan a szalomba, aztán jó, megyünk egy ladát mindannyian, de fullas. De amúgy szétadom. Hallod, Samu? Na mondjad. Tegnap láttam egy Ferit, aki ismert téged. Kit láttál? Egy Ferit. Ne kérdezz meg, hogy ki az, ne kérdezz meg. Rossz beszélve. Milyen Feri? Jó faszát a szádba, Feri. Jó van akkor. Ne felejtsd, hogy ma elbuktál 10 000-et. Nem fogom. Jó, helyes. Nyugodj, menjünk akkor szalomba. Jaj. Na, meg is van a felni ára. Ennyi. Annyi? Jaj. Hát hatalmas mázlin voltam amúgy, hogy ez most így bejött. Pedig én már az elején azt láttam, hogy jó, hát ez esélytelen. De hát ennyi. Nagyon jó. Ugyanígy voltam vele. Ugyanígy voltam vele. Kíváncsi vagyok. Én is, ez fullos. Nagyon jó, nagyon. Akkora eufória amúgy, hogy Jézusom. Igazi adrenalin rush. Én szóltam neki előre, hogy felnyom neki a kúpot, készítsek kis valagát. De hogy próbálta menteni, hogy 4 köröz közösség? Szó sem volt 4-ről, csak persze. Dehogy volt szó. Így van, azért mondtam neki, hogy nem. Még alapból először 2-ről volt szó, aztán mondta, hogy legyen inkább 3. És kész, ennyi volt. Tehát, nagyon nagy. Fú, basszus, amikor megláttam, hogy felborult, vagyis ott így megfordult, mondom, úristen, elkezdett úgy verni a szívem, hogy nagyon komoly volt. Jó, hát lámpám az már nincsen, mert csak most ne legyen rendőr, bazd meg. Megmondjuk, realisztunk egy. Elkapna minket, mint a húzat. Hát az biztos, bazd, itt lámpa nélkül jövünk, meg minden. Azaz. Törött 10 év Volvókkal, hát mit gondolnak? Az. Na most a kérdés az, hogy visszük el a Volvókat és a Ladát, tehát hogy így... Nem tudom, hogy nagyon jó kérdés. Jó kis logisztika kérdés. Nekem még a Megoldjuk. Megoldjuk azt is. Visszahozlak majd titeket. Mekkorát nyertem, srácok. Jaj, kurva nagy. Várj, be kell fizetni amúgy, mert van nálam 15. Úgy is van. Mekkora win. Uram, atyám, mekkora mázim van. Ott is van! Gyönyörű az autó, gyönyörű. Jó, oké, tehát a kérem én, oké? Nyomjátok csak, jaj. Oké, akkor kérem. És akkor mi a logisztika, hogy akkor hogy visszük el a kocsikat, vagy mi majd van? Majd én visszahozom minket, jó, fasza. Lada. Itt van. Hú, de ronda! Lada, én megmondtam, hogy nem neked adja már meg ilyen húcsimbe, mint nekem. Én ilyen undorító zöldbe nekem kaptam, nyugodj meg! Nekem bordót kaptam. Nézd meg az enyémet! Akkor azok szerintem jól jártam ezzel a feketében.
Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatása következik. Jöhet az out. Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába. Na csáá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 á